Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják a mai adásban. A Rákosmenti Mákvirág óvoda újonnan kinevezett intézményvezetőjét ismerhetik meg, valamint betekintést nyerhetnek az óvoda pedagógiai programjába is. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégeimet, Deák Ildikót, az intézmény vezetőjét, és Liszné Imre Ildikó intézményvezető helyettest. Köszöntjük a nézőket! Köszönjük szépen a meghívást. És akkor elsőként hagy gratuláljak a kinevezéséhez. Ugye maga a pozíció az új, de már ugye igen régóta az óvoda kötelékében dolgozik. Mióta is pontosan? Ez így van. 2011. februárjában érkeztem a 17. kerületbe, és a Rákosmenti Mákvirág óvodába logopédusként, tehát 9 éve vagyok az óvoda kötelékeiben is dolgozom. Most már, mint frissen kinevezett vezető, nagyon jól ismerem ezért a családokat, a szülőket, akik beiratkoznak hozzánk, a gyerekeket, a dolgozókat, az óvoda partnereit. Jó kapcsolatom van az iskolával, az új lakiskolával, jó kapcsolatom van a szakértői, a szakszolgálati szakszolgálattal. Ezt elmondhatom. Ugye, ahogy elmondta, igen régóta van az óvoda kötelékében, és nyilván volt lehetősége betekintést nyerni a vezetésbe is. Hogyan látta ezt külső szemben? Én úgy gondolom, hogy mivel az óvónőink szakmailag nagyon erősek, aminek én ezt nagyon örülök, mert ki is fogom használni őket, ugye erre építve vállaltuk mi el 10-12 évvel körülbelül ezelőtt a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását és fejlesztését, mert különleges szakképesítéssel és speciális képzettséggel rendelkező óvodapedagógusok dolgoznak a Mákvirág óvodába. Na most én erre szeretnék egy kicsit jobban építeni, és a tehetség műhelyeket, tehetség gondozást szeretném egy kicsit jobban kialakítani az óvodában. Ugye felvetette intézményvezető hölgy ezt a tehetségmű, egy kicsit akkor bontsuk ki ezt jobban, hogyan kell ezt elképzelni? Azt valljuk mi óvónénik, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, és ez emiatt fogalmaztuk meg azt, hogy létrehozzuk ezeket a tehetségműhelyeket. Varázskéz, varázsláb és varázsszáj nevet adtunk neki, most így első körben ezen a három területen szeretnénk majd a gyerekekkel foglalkozni. Ugye ezek a nevek utalnak arra, hogy melyik részünk vesz majd részt leginkább ezekben a tevékenységekben, a varázsszáj, azaz anyanyelvi neveléssel, a verseléssel, meséléssel kapcsolatos lesz. A varázskéz az mindenfajta vizuális tevékenység, rajzolás, mintázás, kézi munka lesz, és a varázsláb pedig a néptánc, a dalos körjátékok, népi játékokat foglalja magában. Persze eddig is az óvodapedagógusok a csoportban a gyerekekkel olyan módon foglalkoztak, hogy igyekezték megismerni őket, és nem csak a gyengeségeiket, hanem inkább főleg az erősségeiket, és a tehetséges gyerekekkel eddig is foglalkoztak. De mivel vannak olyan kollégáink, akiknek vannak speciális végzettségei, képesítéseik pontosan ezeken a területeken, azért gondoltuk, hogy erre egy kicsit jobban támaszkodunk, és a kiemelkedően tehetséges gyerekekkel így módon foglalkozunk. A óvodapedagógus kollégákkal ki fogunk dolgozni egy olyan szempontrendszert, ami segít abban, hogy kiválasszuk azokat a gyerekeket, akiknek ez élmény, érdekes lehet. Mert persze mindig az az elsődleges szempont, hogy a gyermek jól érezze magát egy ilyen fajta foglalkozáson, és azért úgy érdemes velük foglalkozni, akinek viszonylag van tehetsége, akkor fogja jól érezni magát ebben a tevékenységben, de mondom, ezek természetesen az óvodai csoportokban is azért megtörténnek, illetve azokkal a kollégákkal, akik ezeket vezetni fogják a tehetségműhelyeket, folyamatosan kommunikálnak a csoportban dolgozó óvodapedagógussal, tehát ez nem áll meg csak a műhelyek foglalkozásain, hanem bent a csoportban is fogunk a gyerekekkel foglalkozni. Ugye ezen gondolatmenet során szóba került a népi játékok, a népi hagyományok, és ez nagyon fontos része önöknél ezeknek az őrzése, a hagyományok őrzése, hogyan kell ezt elképzelni. Ráadásul ugye a közelmúltban volt ehhez kapcsolódóan egy kiváló eseményük is. Igen, a farsang. Ezt egy kicsit színesítettük egy olyan programmal, hogy egy kiszebábot elégettünk. Ez annak a jelképe volt, hogy a telet, a rossz időt, a csúf időt megszüntetjük, előzzük. Nagyon élvezték a gyerekek, szépen fel
készültek, ők is rigmusokat kántáltak, és hát a Rákos Menti TV is kín volt és közvetítette. Igazából az óvodai élet a tavasz-nyár ősztél, tehát köré csoportosul, és a jeles napok köré, és ez is egy ilyen jeles nap volt, a farsang, amit egy kicsit kiszínesítettünk. Annyit még az előző témához, hogy elmondhatom, hogy az új lakiskolával élő munkakapcsolatunk van, és szeptembertől játékos angol és német nyelvtanulás a tanítónénik és a tanárnénik vezetésével a délelőtt folyamán beindul, erre is majd szeretettel várjuk azokat a szülőket és gyerekeket, akiket érdekel és beiratkoznának. És ha már jeles napok és alkalmak, ha jól tudom, akkor gyermeknap alkalmából is készülnek majd valamivel, mivel is pontosan? Gyermeknap alkalmából egy egész hetet átölelő gyereknapunk lesz, Csuda jó nyári tábor címmel, kett szerda, csütörtök, péntek, és szombaton egy nagy dzsemborival, ami egy ilyen szülős, gyerek, pedagógus, buli, bál, közös játékkal lenne lezárva. Visszatérve a mindennapi nevelésre, a szülőket ebben mennyire próbálják belevonni? Természetesen belevonjuk, hiszen nem csak az óvodás gyerekekkel foglalkozunk ilyen módon. Az óvodai nevelés az mindig is a családi nevelést egészíti ki, és nagyon törekszünk a jó nevelő partneri kapcsolat kialakítására, mert azt gondoljuk, hogy így lehetünk eredményesek. A Mákvirág óvodába járó gyermekek szülei nagyon együttműködőek. A most bevezetett programokkal kapcsolatban nagyon lelkesek, nyitottak ők is, segítenek is sok mindenben, amiben tudjuk, és úgy érezzük, hogy nagyon jó fogadtatásra lehet ez, hogy ennyi programot szervezünk a gyerekeknek, örülnek neki. Számíthatunk rájuk mindenben, úgy érezzük. Ugye ez többször elhangzott szintén, hogy van egy nagyon jó csapat önöknél, valóban érezhető egy igazi összetartás itt a kollégák között? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Persze tudom, hogy minden óvoda vagy minden gyermekneveléssel foglalkozó intézmény az elfogadást tűzi a zászlajára, de én úgy érzem, hogy ezek nálunk nem csak üres szavak, és például amikor új kollega kerül közénk, akkor pár napon belül mindig az az első észrevétele, hogy milyen jó így dolgozni, mert hogy milyen jól elfogadják őt olyannak, amilyen, és ezért könnyen be tud illeszkedni. És hát azt gondolom, hogy a gyerekekkel való bánásmódban, illetve az együtt dolgozásban ez nagyon nagy segítség, hogy el tudjuk fogadni egymást. Valóban egy jó közösség aranyat ér, ugye szokták mondani, és akkor még egy fontos dolog zárásképpen, ugye a beiratkozás minden óvoda életében nagyon fontos dolog, ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy egy nyílt napot fognak-e szervezni, hogy esetleg erőszetesen jobban megismeressék az intézményüket a szülők. Igen, hogy természetesen. Ezt először úgy hirdettük meg, hogy április 24-én pénteken, egy délelőtti napon, és úgy gondoljuk, hogy ez kevés lesz, ezért kibővítettük a következő hét, tehát április 27-e és április 28-a egész napra. Úgyhogy szeretettel várjuk azokat a szülőket, gyerekeket, akik érdeklődnek, és itt ebben a 3-2,5 napban meg tudjuk mutatni mindenféle tevékenységünket, hogy működünk, hogy dolgozunk, hogy játszunk, hogy élünk. Lehetnek a szülőknek bárminemű kéréseik, kérdéseik, mi nyitottan fogunk és szeretnénk is válaszolni és segíteni nekik. Itt mondanám el, hogy a kapcsolati rendszerünk ugye nem csak az iskolákkal, óvodákkal, bölcsödékkel, hanem a fenntartóval is igen jó, és nagyon nagy örömünkre a fenntartó felújítja teljes mértékben a kerítésünket, így új kerítést és új kaput tudunk már kinyitni a változások előtt. Ez fontos, mert tudom, hogy egy régóta várt álom fog ezzel majd teljesülni, és reméljük, hogy a nyílt napra pedig minél több érdeklődő el fog majd menni. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon eredményes munkát kívánok önöknek. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!